Szeretnék ennyire talpra esett, bölcs, derűs és főként szerethető lenni, mint amilyennek kitaláltam és megírtam Süsüt. Sajnos a napi életben nem mindig tudok. Igen, meg kell állapítsam, hogy kedvenc hőseim különbek, mint én magam vagyok. Vallotta magáról egy interjúban a kisújszállási kovácsmester legidősebb fia. Gyakran hozta szóba, hogy egy napon született Andersennel, igaz, 131 évvel később. Április 2-a ezek alapján a legnagyobb mesemondók napja. Ügyesen hegedül, felvételi nélkül bekerül a Zeneakadémiára, mégis a jogi egyetemre jelentkezik. Szerencsére sem hegedűművész, sem ügyvéd nem lesz belőle, hanem Mirmúr, Orizatriznyák, Gombóc Artúr, vagy éppen Süsü, atya. A Szigligeti Színház a 2016-17-es évadban mutatta be 1980-ban írt meseregényét, a Süsü a sárkányt, Harna Péterrel a címszerepben. Jankovics Anna rendezte itt nálunk, ugye, és bérletszünetben rengeteg gyerek meg tudta nézni, hála Istennek, két évadon keresztül is játszottuk. Sajnos a mester erre az előadásra nem tudott eljönni, viszont nagy örömünkre szolgált, hogy eljött minket, Nadó Denis megrendezte nálunk a Dzsungel könyvét, és eljött megnézni az egyik előadásunkat, és utána tudtunk beszélgetni egy pár szót, és nagyon gratulált, úgyhogy ez is egy kedves emlék maradt. És aztán a Süsü is természetesen hát nagyon a szívemhez nőtt, és a mai napig nagyon szívesen emlékszem vissza rá. 1999-ben Kossuth díjat kapott, 2011-ben Prima Primissima díjas lett, 2017-ben pedig a nemzetművésze. Halála előtt néhány héttel az Ádámok és Évák ünnepe zsűri tagjaként járt Szolnokon. Hogy valahogy így kellene tanítani a történelmet, a történelmi figurákat, mégpedig úgy tanítani, hogy ugye lejönnek a papírról, lejönnek a papírról, a betűk lejönnek, és akkor megjelenítjük őket, mert aki már egyszer eljátszotta a Mátyás királyt, vagy bármelyik figurát a magyar történelmből, az biztos, hogy életében nem fogja elfelejteni. Cserna Szabó András író közösségi oldalán így búcsúzott tőle. Ma már Bagamérinél vacsorál, málna vanília kakaó. Újság? Kérdezi az elátkozott fagylaltostól. A kankalin sötétben virágzik, legyint a triciglis szomorúan. Na, mi a helyzet idefenn? Kérdi majd ezután az utca hírmondójától. Ha jók lesznek a légköri viszonyok, az egész világ hallja majd lópicigás pár véleményét.